A Nyugat-Európában élő magyarok közül többen azt mondták, szinte elviselhetetlen a hőség, aki csak teheti strandra megy, vagy légkondicionált helyre húzódik be. A Híradó egyik Németországban élő nézője azt mondta, az iskolákban a délutáni hőség miatt szabadidőt kapnak a gyerekek, több helyen pedig sebességkorlátozást is bevezettek a hőhullám miatt. Attól tartanak ugyanis, hogy a nagy meleg miatt eldeformálódhat és sérülhet az aszfalt az autópályákon. Párizs központjában készítette ezeket a felvételeket Orosz Erzsébet. A városban napok óta tart a kánikula. Csütörtökön is annyira meleg volt, hogy az emberek ruhástól mentek be a szökőkutakba. Ezeket a felvételeket a Louvre-nál készítette. Ezeket pedig már az Eiffel toronynál. Itt a környék egy nagy strandra hasonlított napközben. A szökőkút szinte megtelt emberekkel. Az emberek belemennek a szökőkutakba. Vizet osztanak a város forgalmasabb pontjain. A környezetszennyezés miatt korlátozzák a belvárosba bejövő autók számát. Egy Párizsban élő magyar festő arról is beszélt a Híradónak, hogy aki teheti, légkondicionált helyre húzódik be a sivatagi hőség elől. A munkások csak a kora reggeli órákban dolgoznak, és sokan hamarabb hazamennek a munkahelyükről. Az irodákban is korábban mennek haza, az én cégemnél például mindenki maximum 4-5 órakor már hazamegy, mert nem bírják a hőséget, sajnos nincs légkondink. A lányomnak még lenne elvileg óvodája ezen a héten, de az óvodát is bezárták ma is, még holnap is. A minisztérium közleményt adott ki, hogy ezt a hőséget milyen cselekedetekkel tudjuk megkönnyíteni magunk számára. Mondjuk egyetek sok fagyit, pihenjetek, menjetek árnyékba. Én most éppen ezt teszem. Ez pedig már Németország. Heilbronnban is megteltek a strandok, és a fagyiból is bőven fogyott. A Híradó egyik nézője felvette, hogy a szobájában csukott ablakok és lehúzott redőny mellett 29 fokot mutat a hőmérője. Közben a kinti levegő 44,5 fokos volt. A napsugárzása valami iszonyatosan erős. De elmondta azt is, hogy az iskolákban délután szabadidőt kapnak a gyerekek a hőség miatt. Több helyen pedig például sebességkorlátozást vezettek be. Stuttgartnál az autópályát az A7-es sebességkorlátozás van érvénybe, mert attól tartanak, hogy a nagy hőség miatt az aszfalt ketté törik, felrobban. A minisztérium közleményt adott ki, hogy az idősekre különös gondot kell fordítanunk, vigyáznunk kell rájuk, és gyerekeket szigorúan tilos egy percre is a forró autóban hagyni. Ezeket a felvételeket pedig Krakkó belvárosában készítette Felkai Renáta. A kánikula miatt szinte kiürültek az utcák. A lakosság figyelmeztető SMS-t is kap, amiben felhívják figyelmüket a hőségre és folyadékfogyasztásra. De elmondta azt is, hogy a forgalmasabb helyeket, így például a pályaudvarok környékét napközben vízsugárral hűsítették, csak úgy, mint a vasúti síneket. Európa nagyvárosaiban több helyen is megdőlt a meleg rekord. A Híradónak nyilatkozó magyarok arról is beszéltek, a rendkívüli kánikula szinte elviselhetetlen, hiszen néhol még az esti órákban is 36-38 fokot mutatnak a hőmérők, így éjszaka sem tudják lehűteni lakásaikat.